Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari, tudatipari tóksója. A mai vendégem Szirmai Gergely. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Illetve, ha szeretnétek látni a vágatlan verzióját is ennek a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizára a Patreonon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! Turbek, Turbek. Motherfucker. Ú, Gergő, szabadna. köszönjük a meghívásomat. Én köszönöm a meghívást, megtisztelő. Kezdjük a legelején. Mi a ősélményed a mozgóképpel kapcsolatban? Mi az a legelső emlék, amiről részt tudsz emlékezni, hogy mozgóképet nézel? Legelső, leg, legkorábbi emlékek az mindenképpen a rajzfilmek. A, a Tom és Jerry, és stb. Illetve, hát az nem, hogyha már úgy Isten igazából mozgó mozgóképről beszélünk, ami, ami egy tényleg egy konkrét élményt nyújtott, akkor az a Batman animációja volt nem volt nekünk akar... a Cartoon network -os. Ez akkoriban hbo ment, és nekünk nem volt HBO-nk, és le kellett menni a nagymamához Kaposvára, ahol volt HBO, de csak három órától volt HBO, és ezért ott ültünk már három órakor, és vártuk. Először volt Looney Tunes, és utána volt a Batman animált széria. Egy fenomenális művészeti teljesítmény az az egész, az eredeti, magával ragadó volt. hogy. talán akkor volt az, amikor tényleg úgy magával vitt egy, egy mozgókép. És mi volt az első olyan játék, ami nem csak így lekötötte a tudatod, vagy nem tudom, az érdeklődésed, nem, ami komolyan meg is mozgatott adott esetben intellektuálisan. Öh, intellektuálisan megmozgatott. Hmm. Hát, azt mondja, hogy uh, biztos végben, hogy a Dungeon Keeper 2. Már csak azért is, mert ott, ott uh, ez egy borzasztó, ilyen, ilyen furcsa világú játék. Megint csak nem értettem, hogy miért engedtek nekem ezzel játszani, miért Ányos engedtek engem. Akkor? Hát a, ez, már, ez már gimnázium volt, ez már korai gimnázium volt, és, és arra emlékszem, hogy, hogy stratégiai könyvet írtam hozzá, kiedzeteltem minden lényt külön, hogy melyik az mire jó, és mikor lehet őt behozni. És egészen nagy paknyi papírt összeírtam mindenről, ami a stratégiához szükséges, hogy nyerjek a játékban. Ez meg van még a mai napig? Meg hát. El van téve. Nagyon rondán rajzoltam. Ez a fajta elköteleződés, hogy így neki állsz egy játékot, és konkrétan írsz hozzá egy menüölt kézzel, ez egy általában jellemzi a te attitűdöd a világgal kapcsolatban? Ha valamit csinálsz, akkor te ilyen szinten veted bele magad, és válik, akkor az ott esetben akár mániássá is a, a foglalkozás? Teljes mértékben. Erre később, szépen az évek során, a tanáraim is rájöttek, hogy nekem abszolút két módon van vagy hiperfókuszra rá koncentrálok valamire, és az csak azzal foglalkozom, és abban a legjobb próbálok lenni, és annak minden oldalt megismerem, vagy egyáltalán határozottan nem érdekel. És ez a két mód van. Tehát, hogy így osztották meg az én uraimat is, így lett az érettségimben is, így lettek az eredmények. Amit akartam, angol nyelv, töri, irodalmazás, az, tök jó lett, és a középszintű matek érettségit izzadsággal írtam meg háromra. Ez a két módon van. Más típusú ilyen univerzumok beszívtak, tehát akár a Star Wars, Star Trek, bármi más, György Kura. Uh -huh. A Star Wars az, az szintén az akkoriban minden gyereknek egy meghatározó élmény volt. Én is nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Az ős trilógia vagy az új trilógia? Az ős. Be. Megvannak még videó, VHS kazettán a, a Star Wars 1, 2, 3 az eredeti szinkronnal. Az volt nekünk a nagy szerelmünk. Az szintén az első, talán az még korábbi első audi, audio termékem, a, ott még nem volt kameránk, hangjátékot gyártottunk Star Warsról, és áll. egy dologra emlékszem, nem valahol megvan a kazetta, egy dologra emlékszem, hogy jaj, vigyázz, jönnek a lépegetők, és akkor oda vittük a mikrofont a lefolyóba, vagy a vizet engedtünk bele, és így tapicskoltunk, és ez, ezek voltak a lépegetők. Ez van, a Star Wars-t az zabáltuk. Az nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, rettenetesen sokáig és aztán ugye jöttek, jött az előzmény trilógia, és valami elszakadt bennem a homokkal együtt ez tökéletes, hogy azt mondott már, hogy a Dungeon Keeper kapcsán csináltad ezt a menüt, hogy a Star Wars kapcsán csináltad a hangjátékot. Tehát neked már akkor volt egy ilyen tartom feldolgozásod, hogy ami nagyon megfogja a fantáziádat, ahhoz neked saját módon is kell egy ilyen fajta viszonyulást kialakítanod. Nagyon érdekes meglátás, ez, ezt eddig így nem raktam össze, de abszolút. Abszolút. Minden, minden amivel foglalkozok, abba bele, megpróbálok belenyúlni, kiterjeszteni, egy kicsit hozzáadni valamit. Milyen kreációkat alkottál még ezzel az attitűddel? Hát ö, leginkább... Mm, miket csináltam? Modelleket építettem legóból nagyon sokáig. Írtam. Rettenetesen megszerettem a iskolában a, a, a Galaxis és írtam, elkezdtem írni egy regényt abban a stílusban. És nagyon-nagyon szóra, az is megvan valahol, arra emlékszem, hogy egy az egyben próbáltam a Douglas adams másolni. Tehát egyszerűen eszembe se jutott, hogy én megtalálom a saját egyedi hangomat, Egyszer elkezdtem ugyanazzal a stílussal, humorral írni egy történetet. Erre most átugrattál a legózáson, az igen. hogy jött az életedbe? A legózás az öhm, Izraelben lakott egy fogadott nagybátyám, aki Izraelban mindig hozott wow. nekem. De nem, 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 is, nem, is, emlékszem pontosan, hogy a szüleim hogyan barátkoztak össze vele, de ő mindig jött és mindig hozott legót, ami egy, egy kincs volt. És akkor mindig az volt. Miért mi az azért azt lehetett kapni akkor Magyarországon? tehát csak mi nem, nem tudtuk megfizetni. nem, volt, nem voltunk olyan pozícióban, hogy így egyszerűen vegyünk minden. És mindig úgy gyűjtögettünk, mindig, mindig, amikor jött, akkor, akkor a Béla bácsi akkor hozott egy legót. Melyik volt komolyabb mánia a videojáték, vagy a legó? Mindenképpen a videójáték. A videójáték az egy elképesztő eszköz volt számomra. Borzasztó, bor lebilincselő volt, amikor, az, amikor megnyílt az a világ, hogy egyszer Flopin lehetett vinni az Aladint az egyik haveromtól a másik haveromig, és akkor lehetett vele játszani. Az informatika, az annyira, annyira mágikusnak tűnt, amikor én gyerek voltam. Ezt, ezt mind a mai napig egyszerűen emlékszem vissza rá, hogy, hogy nem tudtam észre felfogni, hogy hogyan lehet csak úgy ilyen világokat előcsalni a, a gépből, és hogy mennyi lehetőség, hogy ezen mik fognak elfutni. E, Úgyhogy e, abszolút, abszolút az informatika nagyon-nagyon korán és nagyon-nagyon szorosan beépült az én életembe. Nagyon szeretem játszani. A gyerekkorodról lehet azt tudni a videojáték mánia mellett, hogy alapvetően az iskolában nagyon sokféle bullyingért. Igen. É, például, hogy volt az a vád veled szemben, hogy tetves lettél volna. Ó, igen. A, mennyiben volt válasz az iskolai ö, problémákra az, hogy te a videojátékban találtál biztonságot? Nem gondolom, hát, nem menekültem a, a játékoknak, mindig azért voltak barátaim. Tehát valahogy mindig a, 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 a pár srácsal sikerült összebarátkozni, annak ellenére, hogy az egyik találom egyszer tartott népszerűségi listát összeíratott az osztályjal, hogy ki a legnépszerűbb és ki a legkevésbé népszerű. Ezt nyíltan, tehát hogy mindenki lássa. Nyíltan, mindenkinek meg kellett írnia, és aztán elmondta, hogy ki van bajban népszerűségileg. Sokkoló volt. Mi ezt általános iskola megtette? Alsó, főső? Alsó. Nem, De... ne, nem, nem, főső, főső. A nem is ez az osztályfőnök volt, aki? Ez egy osztályfőnök volt, igen. igen. És ez, mai napig nem értem, hogy erre miért volt szükség, de én a top, vagy a alsó háromban végeztem. De az, a az fős a... osztályból? 28, de abból, abból, remekül el voltunk, mi hárma. <laughs> Tehát én nem egy voltam az... Ez az, alsó három, ez egy összetartó csapat volt? Nem, nem. Mi szégyeltük egymást, hogy mindegy kicsit felfelé akartunk mozdulni ezen a ranglétre, mert elénk lett téve egy ranglétre, ami fel lehet mászni. De nem, nem, a Bálink nevű én nagyon jobban voltam, viszont ő, ő egy kicsit fejjebb volt, és ő, ő volt akkoriban a legjobb barátom, és akkor vele számítógépes játékoztunk meg, mentünk helyekre, meg, meg kosaraztunk meg ilyenek. Úgyhogy nem voltam sose így nagyon magányos, ezért nem kellett menekülnöm feltétlenül a számítógépekbe, viszont az kétségtelen, hogy, hogy valamilyen szinten az egy outlet lehetett. Outlet lehetett arra, hogy kompetensnek érezzem magam, erősnek érezzem magam. Tehát azért ö, ö, rengetegen, ugye, ré, akkoriban dobálták a számítógépes játékokat, hogy ez mennyi agresszivitást okoz, és nekem abszolút az ellentetje volt. Egy, egy pályát befejezni egy gyereknek, aki nem érzi önbizommal teli magát, nem érzi úgy, hogy ő, ő képes megállni a két lábán, és befejez egy nehéz pályát, az egy fantasztikus felemelő érzés. Úgyhogy ilyen téren szerintem abszolút, abszolút volt terápiás haszna ez. A, 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 a játszásnak. Általános iskolában volt a rangsor, általános iskolában volt a bullying nagy része. Én ebben nagyon megcsümörlöttem, egy mérges gyerek lettem, és amikor átmentem gimnáziumba, akkor már nem nagyon bíztam az emberekben, hogy onnan egy osztályközösségből szeretet is jöhet, és támogatás, és humor, és barátság. Tehát ez, ez valahogy kiveszett belőlem általános iskolában. És gimnáziumban ennek jött ugye a hormonitas tínézser éveken keresztül egy ilyen, egy ilyen haragos, mérges ö, reakciója közben a szüleim is váltak, úgyhogy nekem is nehéz lett az otthoni körülményem, és akkor ebből, de ennek, ennek vége lett, hál' Isten, gimnáziumban, tehát ez mind rendbe lett hozva. Azt mondod, hogy te egy mm. dühös tinédzser voltál, én azt gondolom, hogy ha dühöd van, akkor legelső sorban szeretnél venni a környezeteden. Mm. Mitől váltál érdekelti abban, hogy kapcsolatokat építs, és hogy megváltoztart az attitűdöd? Nem, nem igazán pontosan tudom. Egyszerűen én azt akartam, hogy jobb legyen. Tehát a, a, a mér, nagyon mérges gyerek voltam, de annyira nem hagytam magamat sose elrugaszkodni a valóságtól, hogy ne lássam, hogy környezetemben mi van, tehát mi az a cél, amit el akarok élni. Én is barátokat akarok, nem egyet, hanem többet. Én is izmos akarok lenni, és nagy fiú, és a többi. Tehát ezek a célok meg voltak. És persze egy ideig meg ugráltam, hogy miért nem kapom én ezt meg automatikusan. Majd miután ez lement, akkor elkezdtem dolgozni. Elke Elvittek pszichológushoz még gyerekként, diagnosztizálva lettem, mint adhd És, és ez a figyelem zavar? Túlmozgásosság, igen, és fókusz, könnyen fókuszvesztő gyerek voltam. Tehát igen, rájöttünk, hogy azért voltam nagyon rossz az iskolában, mert nekem nem természetes 45 percig egy helyben ülni. Sőt, kifejezetten rossz. Ilyen dolgok akkor kiderültek, és, és, ezek nagyon sokat segítettek. Megértettem egy kicsit magam, hogy én miről szólok, és mire, mi okoz nekem örömet, és mi az, ami az én hibám, és mi az, ami nem. Úgyhogy ez, ez egy ez kemény pár év volt, de én a gimnáziumot úgy toltam végig, ahogy az amerikai filmekben szokás. Úgy lentről kezdtem, és a végére már rengeteg barátom lett, és nagyon boldogan zártam az egészet. Alkotókedvet éltél ki közösségileg? Ebben az időszakotban. Nagyon érdekes, de én, én ezt a részét, ahogy, ahogy beszéltük is a játszás során, én ezt mindig egy nagyon privát dolognak éltem meg. Én sose voltam nagyon jó ö, csapatban dolgozó ember. Ez valamit, amit felnőtt koromban kellett keményen elsajátítani, és szerintem még mindig nem sikerült igazán. De nem hiába választottam azt a szakmát, amit választottam, és ez, ez, ez az életem egész végig, tehát ö, eg ö, teljes életem során ez, ez egy jellemző dolog volt hogy én egyedül szerettem alkotni. Én, egyedül szerettem ezeket a dolgokat csinálni. Természetesen ez, ez volt, amikor terápia volt, amikor önkifejezés, volt, amikor sikerkergetés, de mindig valahogy azt szerettem, hogy belőlem jön. Úgyhogy én, amikor elkezdtem, amikor leforgattam az első filmemet gimnázium végén, akkor uh, egy haveromat kértem meg, hogy vegyen föl engem, ahogy gördeszkázom, és azt a haveromat az anyám vitte a kocsiában, hogy tudjon mellettem gurulni. És ennyi, minden mást én csináltam. Anyukát szuper elkötelezett. Ó, abszolút. Mai napig? Abszolút. Mai napig? Mai, napig, Mai napig. folyamatosan azt néz, hogy hol tud támogatni. Az ltbtk mentél a gimnázium után, amit sötét középkorként jellemeztél. Az LTBTK az nagyon nehéz volt. Vol, felépítettem magamnak egy, egy, egy fantasztikus baráti kört gimnáziumban, majd ez így vége volt akkor így elvesztettem ezt a szociális hálót magam mögül, be kellett menni egy új helyre, ahol megint kellett érvényesülni, és ahhoz borzasztóan nem volt kedvem. Az, hogy sötét középkor, az olyan szempontból fontos, hogy, a, hogy kicsit elvesztettnek, meg kilógónak éreztem magam, nem voltam klasszikus bölcsész. Utólag visszatekintve rá, az már egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam. A és az mikor állt össze neked, hogy mindaz, amit ott elméleti tudásként el akár filmelmélet, akár vizuális nyelv és így tovább vonatkozásaiban, olyan például mondjuk a te alapmániádhoz, a videójátékokhoz lehet bármi köze? Ez nálam mindig egy ilyen automatikus dolog volt. Ugye nagyon, nagyon fiatalon azért arra rájöttünk, hogy én, én azt, amit szeretek csinálni, azt fogom tudni csinálni. Tehát nincs olyan opció, hogy én meg, meg kitanulok egy szakmát, amihez nincsen közöm, és akkor azt majd jó fogom végezni. Úgyhogy minden, mert kezdetektől azon dolgoztam, és abba az irányba terelgettek, hogy, hogy valahogyan az én érdeklődési körömet azt egy szakmai irányba, vagy egy szakmai keretbe foglaljuk össze. Úgyhogy én nagyon-nagyon korán már azzal kezdtem el foglalkozni, hogy ezeket hogyan lehet feldolgozni, számítógépes játékokról, vagy azokat a világokat hogyan lehet esetleg átírni filmes, vagy egyéb ilyen irodalmi köntösbe hogyan lehet átültetni. De ez igazából az amerikai félében, csúcsos alatt ki. A karomból az egyik fél évet Amerikába töltöttem. És, és ott lett egyértelmű szá mindenki számára, hogy, hogy, hol fog tudni találkozni ez az egész dolga a Youtube-ban. Na most ez egy érdekes szám, mert azt lehet, hogy édesanyáddal mentél el közösen Csikágóba. Igen. Hogyan kerültetek oda és miért? Édesanyám kapott egy ösztöndíjat, ö amibe bele volt foglalva, hogy vihet magával még egy embert, aztán valami havi 50 dollár pluszot kapott ért a pénzt. És akkor el, el, lehetett vinni. És, és, akkor azt mondta, hogy emlékszem, hogy bejött a szobába, és akarsz Amerikába menni? És akkor én éppen nagyon szenvedtem a bölcsészkaron, mert nem voltak barátaim, meg nem tudtam, hogy ez hogy lesz ebből a szakma, meg mi lesz ebből a jövőm nekem, és akkor azt mondta, persze, Amerika az király. És akkor hát besétáltunk az egyetemre, ahol nekem nem volt szállásom, barátoknál laktunk egy egy idős egyedülálló nőnek az, a, a, a galériáján laktam a két macskájával. Fűtés nem volt. Nagyon-nagyon szórakoztató volt, ott egy ilyen lyukba eltettek engem, és akkor mondtuk, hát próbáljunk meg valamit csinálni, itt az egyetemen, ahol kapta az anyám az ösztönnyel. És akkor bementem a filmtárszékre, ott volt uh, dr. Vázquez, aki, aki, volt a filmtanszéknek a vezetője, vittem neki anyám javaslatára feliratos Star a filmeket, letettem az asztalra, és megkértem, hogy, 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 tessék engem beengedni, vagy én tök szívesen tanulnék itt, pénzem nincsen arra, hogy kifizessem a tandíjat, de az anyukám itt dolgozik, egy, játszottam ugye a kisgyereket, ugye, hogy az anyukám itt kapott, ő itt tanít, és akkor így tökre jó lenne, és akkor így, néztem, és akkor jó, figyelj, el. beülsz az izé, terem végére, hogyha megkérdezik, hogy ki vagy, akkor kimész és akkor beengedtek a terem végében, és ott végighallgattam egy fél évet. Miben különbözött a Csikágóban tanított filmelmélet ahhoz képest, amit Magyarországon hallgattál? Csikágóban már akkor nagyon, erő, nagyon komolyan vették az alternatív műfajokat. Ott is tanultam már YouTube-ról, és online ö, reklámgyártásról, és új formátumokról. Ott erre nagyon keményen készültek. Nagyon durván ö, 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 mindenkitől megkövetelték, hogy mindenhez értsem. Ott volt hang, hangstúdió órám volt, operatőri órám volt, vágás órám volt. Nagyon keményen megmondtam, hogy mindenkinek mindent tudni kell. Mert a jövő az az, hogy te neked kell mindent egyedül csinálni. Akkor, bocs, akkor ez nem csak elmélet volt, hanem ez a konkrét gyakorlati képzés. Akkor, Gyakorlat, ó, abszolút. Kaptam kulcsot a laborhoz két héttel azután, hogy elkezdtem oda járni ami egy felfoghatatlan biztonsági rizikó, és én nem értem, hogy miért vállalták be, de úgy néz ki, hogy az a két hét az, az egy hatásos két hét volt. Ne sikadjunk el fölötte, melyik Tarbilla filmet vitted? Nem emlékszem. Mert nem én vittem. <laughs> Kaptam hármat anyámtól, hogy na, ezeket adod neki. Úgyhogy nem, én, én ott csak a... Én ott csak és a tőle filmet? Jó képük is voltam. Tarbélától? Természetesen. Abszolút. Én bölcsészkorom már láttam a sátántangot. Le, leültettek minket. Hogy ezt meg kell nézni, én azóta nem vagyok jobb a talbérenek a filmjével. Igen. Nem szabad a emberekre erőszakolni. Hát semmit nem szabad az emberekre erőszakolni. Nem, de kifejezetten a sátántangot nem szabad. Én az, 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 az nem egy olyan művészeti termék, amit egy, egy fejletlen, mentálisan még nem toppon lévő, vagy én hát igen. Ezt nem hatás alatt semmi nem tudhatni jól az emberre. Nem, az kétségtelen, nem. De hogyha valami igazán rosszul tudhatni, az ez. És volt olyan alkotása, ami belopta magát a szívedbe? Nem igazán. Sajnos engem az amerikaiak teljes mértékben elvittek a És filmgyártás hiányába. Elszakadom, hogy ha a filmelméletet film tanultál, akkor azért az nem csak a fősodratú filmgyártásnak a terméke juthattak eléd. Tehát adott esetben, nem tudom, indi filmek, vagy alternatív filmek, független filmek, és itt tovább? Abszolút. Főleg, amikor ugye az összeféle kezdtem el már járni, azért, a, azért a, a nem csak a mainstream filmekkel kezdtem el foglalkozni, vagy legalábbis kiterjedt az érdeklődésem, de én mindig valahogy az amerikai ez ilyen, igazán popmaszlag irányába mentem el, mindig az vonzott leginkább, mert azt tartottam fontosnak. De em, engem sose vonzott a filmgyártás, a játékfilmgyártás. Sose tartottam magamat kompetensnek, vagy, vagy miért. Nem, 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 éreztem magamban sosem művészeti víziót. Mindig úgy tartottam, én... hát arról beszéltél végig a gyerekkorod vonatkozásában, hogy ezeket a különböző játékélményeket hogyan dolgozott fel a saját szájad íze szerint. Abszolút. Hogyan a csinálsz a... a... Star wars ból Star de nem, -ból. én írom meg a Star wars -t. Tehát én mindig valamire rá tudok cuppanni, valamiből ki tudok hozni valami újat, valami kreatívat, de sosem én művészeti vízióm az nekem sose volt. És nem is rá igényt. Tehát azt mindig látom a rendezőkben, hogy nekik van egy tiszta képük arról, hogy minek kell megvalósulnia. És aztán körül, körülöttük táncolnak, mert persze közös munkával alkotják meg az operatőrök, a hangszerkeztők, a vágók, a zeneszerzők, stb. az alkotás. De a vízió van végig középen. És nekem, én, 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 egyszerűen nem találtam magamban sose ezt a vágyat, hogy valamit igazán ki akarjak adni magamban. Úgyhogy nem, nem én ilyen szempontból egy, egy, egy kulturális piócaként működtem egész életemben, és ebben nagyon jól el vagyok. Mi emlékei vannak az az SZFN nagyon nehéz volt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. 11-ben uh, indult el ott újra a hírügynökség. Tehát ott, ott kezdtem el igazán YouTube-ozással foglalkozni. Ha nincs SFE, szóban nem jön, hogy én ezzel kezdek el foglalkozni. Tehát akkor, ezt... amit a Gerényi Gábor mondta, hogy az ő inspirációjára kezdtél el YouTube-ozni. Pontosan ezt akartam mondani. Hogy ez ez igaz? Igen, igen, bejött Gerényi Gábor, és megkérdezte, hogy gyerekek, ti televíziós műsorkészítők vagytok, kinek mi a vágya? És akkor valaki tévézni akar, valaki ilyen sportriporter akar lenni. Java részünk, hogy nem tudtuk, hogy mit akarunk csinálni. És akkor mondta, hogy a televíziózás, ugye, az masszívan megy át internetre, nagyon sok szempontból. Ugye könnyen meg lehet, hogy a jövőben még mi Patreonon lehet majd fizetni azért, hogy az ember televízió műsorokat nézzen interneten keresztül. Ezt meg még, Úristen. Úgyhogy. Úgyhogy mondta, hogy ezzel kezdjünk el foglalkozni. Hogyha valakit érdekel az internetes tartalomgyártás, akkor tessék azzal foglalkozni. És akkor én jelentkeztem, hogy nekem, nekem van egy ilyen filmkritikai kis üzém, és akkor, akkor, hogy ezt lehetne csinálni. És mondta, hogy jó, kamera elé. Csináld meg, és akkor majd megnézzük. És akkor egy pára megcsináltuk. Pára megcsináltuk, megpróbáltuk, és kettő ember tartott ki mellette, Kis Imre és Szirmai Gergely. És mi a ketten abban helyezkedtünk el. Mennyire volt elít képző? Elít képző. Nem. Az én szakom nem. Az én szakom nem. Az egyetemnek volt egy hangulata, mindig is volt egy hangulata, ami arról szólt, hogy azért elég királyak vagyunk. Tehát a nap végén azért, a ide jár, az azért egy elég, elég, elég menő arc. Ez kétségtelenül benne volt, de az, hogy ez, ez képezzék ezt a gondolatot, az abszolút nem de akkor ez az ilyen műmájereskedő eszefés attitűd, ez inkább egy vád volt a régi eszefével kapcsolatban, vagy azért ennek van valami valóság alapja? ez a fajta kisugárzás, ez én úgy gondolom, hogy erősebb a színészi oldalon, a színészettel foglalkozó szakokon, de még náluk se tartom teljesen jogosnak. Ugyanis a színészeket, ugye, ez a színészek egy egészen más, és számomra felfoghatatlan mélységű képzésen estek ott át. Ami, ami, az én tiszteltem abszolút övez, de hát az, annak volt, el tudom hogy annak volt egy ilyen kisugárzása, hogy, hogy mi egy másik planetáról származunk. De ez, ez, egy, ez, egy, előítélet volt az egyetemmel szemben. Én úgy érzem, hogy sose kaptuk meg azt az információt direktbe, hogy mi jobbak vagyunk másoknál. Hm. Azt kaptuk meg, hogy szerencsések vagyunk, hogy itt vagyunk, és ez kétségtelen volt. Ugye a te YouTube-os karriered felívelése és az SFF-es karriered az eléggé párhuzamosan haladt az elején. Majd, hogy nem teljesen. Um, Kaptál-e szakmai visszajelzést arra, hogy milyen tartalmakat állítasz elő? Akár olyan értelemben, hogy a kritikáidnak a megfogalmazottsága, hogy néz ki, akár hogy vizualitásban milyen eszközökkel élsz? Hmm. Nem. És borzasztóan fájt. De komolyan azt mondod, hogy te Magyarország meghatározó youtuber, sőt egy ilyen early adapter lettél, és hogy így ez semmilyen módon nem mozgatta meg a tanáraidat, hogy haló, itt van egy új vizuális műfaj, a srác láthatóan top kategóriás benne, esetleg beszélgessünk erről? Nem. Nem Azt mondták, hogy nagyon gratulálnak hozzá, de nem értenek hozzá. Valami, ami elfogadható, de rettenetesen fájdalmas. Rettenetesen fájdalmas. Mi kell érteni? hát Szerepeket játszottál, azokról lehet beszélni, hogy jól formáltad meg, nem formáltad meg, retorikát alkalmaztál, hogy hogyan építesz fel egy filmkritikát, vizuális gegekkel értél. Tehát ez egy csomó szakmai aspektus, amiről lehet elemző beszélgetést folytatni, azt feltételezném. Abszolút lehet. Abszolút lehet. Erről is írtam a szakdolgozatomat Nem. Nem foglalkoztak vele annyira. Ami, ami, ami rosszul esett. Hogyan láttad ezt a korai időszakát a Youtube-nak? Tehát ugye a fennmérmékenek van ez a mondás, hogy 2006-2012 közötti korszak az a Youtube aranykora, mert utána bestializálódott a teljes közeg, megjelentek a különböző sztárképzők és a mindenféle ilyen menedzsment központok, meg elindult a monetizálódás, elindultak a szponzorok, és itt tovább megjelentek a nagyobb pénzek is. Te hogyan gondolkodsz erről az egész kérdésről? A kezdeti Youtube az egy vadnyugat volt, Kétségtelenül fantasztikus dolgok alakultak ott meg. Z-Franktől kezdve ott jöttek létre az első nagyon komoly tartalomgyártók és, és youtuberek. Kiszámíthatatlan volt a platform. Totálisan kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, és nem tudta eltartani a tartalomgyártókat, akik oda dolgoznak. Tehát ilyen szempontból ez egy tartatatlan állapot volt, hogy kellenek a menedzsment cégek, amikor ilyen mennyiségű tehetséget, ezt pontosítunk egy helyre. Kell a monetizáció, mert ha egy gyerek csinál valamit, amit jó, és sokáig csinálja, akkor adjátok neki a pénzt. Én úgy gondolom, hogy a YouTube-nak valószínűleg most van a legrosszabb időszak az összes között. Miért? Mert jelen pillanatban, valamikor mikor volt ez? Hát, mint három-négy évet, talán négy. ráébredt, hogy az igazi pénz az a gyerek gyerekanyagokban van, a gyerekdalokban gyerek és a gyerek sokban és uh az -huh. és elkezdtek nagyon agresszívan rálépni mindenkinek a lábára, aki nem gyerekbarát, nem családbarát, gyerekbarát, nem gyerekbarát videókat csinál. Elkezdték őket euh, kitolni a platform szélére. Ez nem sikerült, nem sikerülhet, de én úgy gondolom, hogy ott indult el a YouTube egy olyan irányba, hogy a hirdetőit már fontosabbnak tartja, mint a tehetségeit. Ezt magadon is érzed a saját videóidon? Nem. Én nem vagyok akkora, hogy igazán érezzem ennek a hatását. Tehát időben úgy nézett, hogy elindulsz a szírmai média birodalom kiterjesztésének az irányába? Nem szírmai volt, hanem az imivel közösen volt a birodalom. Ez, ez volt a neve, igen. Igen. Ez sok volt, túl sok volt. Milyen értelemben? Ö, nem tudtam már egyszerre mindet csinálni. Nem lett három csatornát egyedül üzemeltetni. Önfejű voltam. És nem vettem fel magam mellé segítséget, akár pénzért azért, hogy, hogy megkönnyítsem a saját munkámat. Úgy, úgy képzeltem, hogy ez olyan, mint egy újságíró megíratja valaki más cikket, megírja a jegyzeteket, hogy kb. ez legyen az elemzésben, és akkor írd össze. Nem hittem ebben, vagy úgy gondoltam, hogy én nekem kell mindent a vállamon vinni, amin, amire nem voltam képes. De ez miben ütközött ki, azt meg lehet kérdezni? Hát. A mindenben messze túl sokat ittam, nagyon keveset voltam barátaimmal, mert folyamatosan dolgoztam. Tehát a stresszoldás és a stresszoldásnak a, a rossz formái, a, a, a szociális körnek a leszűkülése, egy kicsit magamba fordulás, a folyamatos stressz, rengeteg stressz. És a, maga, a saját vállamnak a lapogatása az, az, inkább már, már így vált, hogy jaj, basszus, mennyi mindent rakok én erre. Ügyes vagyok, ügyes vagyok, de hát holnap megint bevállaltam 1600 dolgot, amit meg kell csinálni. Tehát már öröm se volt annyi euh, ebben a, ebben a hajszoltságban, mint amennyi engem eddig motivált és, és életbe tartott. Ugye ez, ez sok volt, egy működött, egy működött, de az mivel azért, hogyha ez a kérdésed azért szakadt meg a közös munka, mert nem tudtam már ezt semmilyen szempontból nem tudtam eredményes munkatárs lenni a, az közös csatornánkban. Tehát te ezt a magad felelősségének látod? Abszolút. Százszerzalék van. Tehát te ő még csinálta volna, lettek volna a terve, és te már nem tudtál partnere lenni? Nem volt, hát nem. Nem, nem. igen. Ilyen vagy olyanokból kifolyólag, de nem. Hm. Úgyhogy ezért váltunk szét, hogyha ez érdekel. Ez, ez, ez te is Nem csak engem érdekel, ez nagyon sokakat érdekel. De, persze, de ezt, me ezt meg, megmondtuk, megmondtuk, a közönségnek is, hogy a személyes okairól nem beszélünk, hanem egyszerűen már nem tudunk együttműködni. De azt kimondhatod, hogy vannak azért személyes okai is. Annak persze. Persze vannak. De ez nagyon köztünk. Egyikünk sem olyan ember, aki könnyen osztja meg az érzelmeit. Úgyhogy ezt a nézőknek, nézőknek sem mondtuk el, hiszen ez, ez, mi dolgunk. Mi dolgunk. Jó. Ki <coughs> <coughs> Nézzünk pedig egy videó arról, hogy a 4, -4, 4 es zsűri hogyan értékelte a te zsűrori szerepedet, Jú. és hogy milyen veszélyeket jeleztek azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog rád hatni ez a verseny. Jöhet? Továbbra is rossz hírek. Képzeld el Bence, hogy azt látom szegény Szirmai Gergőn, aki eddig mindig nagyon pozitív volt, mindig nagyon lelkes, mindig nagyon konstruktív, hogy kezdik kiborítani ez a verseny. Hát srácok, nektek sikerült megtörnötök. Kezdetben még türelmesen osztanak a tanácsait. Ami nem öl meg. Az csak megerősít. Ön, kivéve a mezben, mert az, mert az megöl. Nem! Ezzel a viccel nyitottál! Utána jött azt hiszem a Pán Péter projekt, wow. azért a léc. Nem tudom miért, ez a fajta zene egyszerűen arra készített, hogy kiváljam az agyamat és arra itt tegyem valahova. Aztán a kulalukánál elveszítette a türelmét. Csak ilyen semmi attitűddel felvettél egy semmit, összeraktad valahogy, wow. és így laktat, hogy akkor tessék. És ez miért ez egy darab szar, és nem is igazán akarok foglalkozni vele. Wow. a média viszont konkrétan betette Szegény Gergő, ha ez így megy, tovább csúnya ideg összeomlás lesz a vége, könnyebb BBB mellett találja magát. Wow. Emlékeztél ezekre a videókra? Nem, az utolsó pillanatig nem emlékeztem, hogy ezt mi és ezt miért mondtam, és megvan, hogy miért. Szerintem azért, de ezt nem tudom alátámasztani semmivel, sem megcápolni, ezt csak úgy dobjuk ki a levegőbe, hogy azt az utasítást kaptam, hogy túlságosan támogató vagyok. Kritikáimmal kapcsolatban, és csinálják egy olyat, amiben valami nem tetszik. Lehetséges, hogy így emlékszem, hogy a műsorszervezői erre kértek meg. Ö, nem az a Vodafone volt, a Google volt, vagy a négy volt, aki azt kérte tőled? Nem tudom. nem, Homályosak ezek a gondolatok. Lehet, hogy nem is így volt. Lehet, hogy belőlem jött, de nagyon testidegennek hat most, ahogy beszéltem. Miért? Nem szoktam így bánni emberekkel. Filmekkel igen. Rendező, amerikai rendezőkkel, akik több ezer kilométerre vannak, azokkal bármikor de emberekkel, akik, akik az, közel vannak az én szakmámhoz, és, és, ne adj Isten felnéznek rám, vagy valamilyen szinten táplálkozni akarnak abból, amit én adok nekik, azokkal nem beszélek így. Ez egy kívánatos mentori magatartás, azt mondod? Ez a le lehető legborzasztóbb. Ha csak nem az a célja, hogy valakinek akkora a pofája, hogy le kell törni azonnal, különben nem tud fejlődni, valami, amit szintén eszefén tapasztaltam meg, mint egy remek, remek tanulság, hogy bizonyos helyzetben az embernek, a, embernek le kell, törni, le kell rombolni az különben képtelen lesz befogadni új információkat. Hogyha csak nem egy ilyen embernek mondtam ezt, amit nem tudok elképzelni, akkor ez nem helyes, sőt kifejezetten elítélendő attitűd, egyszerű show elem és semmi más. Két évad volt belőle, mindkettőben benne voltál. Igen. Nagyon megtisztelve éreztem magamat. Függetlenül attól, hogy milyen lett a verseny, vagy milyenek lettek a, milyen lett a stílusa, vagy milyen lett az eredménye akár, az megtisztelő, hogy, hogy én reprezentálhatom egy, egy a YouTube-ot bármilyen téren. Bármilyen téren. Tehát, hogy az, az valamilyen szinten ért, értékkel ruházza fel az én munkámat, aminek mindig nagyon tudok örülni. És mit szóltál az, ahogyan a közeg fogadta a YouTube széna magát ezt a versenyt. Nagyon helyes, elküldték a francba. Nagyon helyes, nagyon helyes. Osztottad ezt a kritikát, szerinted ez egy méltányos kritika volt? Nem feltétlenül. A lényeg az viszont, hogy a YouTube az hányja ki magából azt, amikor egy külső erő az. tehát, hogy legyen ebből konfliktus, legyen ebből vitatkozás és veszekedés. Én abszolút annak örülök, függetlenül attól, hogy igazuk volt vagy nem, hogy a YouTube összeverődött és kritikát fogalmazott meg a platformjára érkező külső erővel kapcsolatban. Ez a feladata, ez egy nagyon szép pillanat volt, amikor a youtuberek ilyen szempontból egy hangot pendítettek meg mind. Szerinted mi az, amit konkrétan hozzátett a Kivityúb a magyar YouTube szénához? Semmit. <laughs> semmit, semmit. Nem gondolom, hogy ez nyomot hagyott a magyar YouTube-ban. Nagyon régóta visszavisszatérő elvárás veled szemben, hogy legyél közéletileg élesebb, sőt, akár legyél politikus is. Már én értem, hogy politikusabb tartalmakat Igen. csinálj, foglalj állást, támogasd az ellenzéket, Igen. ítéld el a Fidesz. Igen. És talán a legélesebben a menekültválság kapcsán merült oh. föl ez a fajta elvárás veled szemben. Meg A melegházasság. Uf. Nézzük meg, hogy hogyan beszéltél a menekültválság kapcsán erről az egyik videóban, és aztán beszéljünk erről a dilemmáról. Jó. Menekült ügy. Rettenetesen sokrétű szociopolitikai kérdés, amiről rengeteget lehetne beszélni, és mindenképpen nagyon hasznos is. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézzen utána, alakítsa ki a saját véleményét részletes, mind a két oldalt meghallgató érvekkel. De egyet tudok mondani. Bármi lesz ezután a véleményetek, az nem fér rá egy plakátra. Én nyilvánvalóan mindenképpen embertársaink megsegítése mellett tudok érvelni, nagyon hosszan. E és ezért egy kicsit idegesít ez a rendkívül leegyszerűsített, ilyen felbújtó szöveg, ami innen-onnan ömlik mostanában a fejünkre. Bátor szírmai. Bátor. Igen. Bevallom őszintén, nem attól félek, hogy ki, mert emberek megtudják, hogy mit gondolok politikai kérdésekben, hanem attól félek, attól tartok, és szerintem jogosan, hogy ez elvonja a figyelmet a munkának az értelmére. Tehát ez elviszi olyan irányba, ahova nem szeretnék elmenni. Ezért olyan, olyan helyzetekben fogadtam csak állást, amik vagy annyira érdekelnek, hogy egyszerűen annyira, annyira belőlem jönnek, hogy nem tudják elvonni a figyelmet az emberek figyelmét, hiszen tudják rólam, a, egy ember központú ember vagyok, tudják rólam a követőim, nem lepi meg őket, vagy, vagy valami, tehát, hogy van valami, ami ennyire megmozgat, ennyire kor üzenetem, vagy valami, ami felháborít. Azt mondod, hogy azt nem szeretnéd, hogy elvigye a figyelmet a munkádról. Igen. De közben az is elviszi a figyelmet a munkádról, hogy ezt elvárják tőled, és várják, hogy valamilyen módon beszélj erről. Én úgy gondolom, hogy az emberek szeretnék látni, mert az izgalmas lenne, de nem akarják azt hallani. Nem, én, én nem vagyok egy, egy végtelenül művész. Arra de tapasztaltad emiatt? Nincs. Igazad van. Igazad van, hogy nincs. Én ezt inkább feltételezem, de úgy gondolom, hogy én nem vagyok annyira a magyar politikában művelt, hogy bármilyen téren beleszóljak. Ahogy látod itt az Ez állás... biztosan nem igaz, bocs. Um, ez, ez a gondolatom. Ez Igen, a... Már. Hát ha csak nézem a videóidat, azért vannak olyan referenciák, amiket a magyar belpolitikából veszel, olyan finomságú humorok, amiket csak olyan ember tud előállítani, aki nyilvánvalóan falja. Mondom um, még egyszer, falja a magyar közéletet. Igen, főleg, főleg az utóbbi pár évben, de ez ugye nem szakmai tudás. Ugyan már, mi az, ez nem szakmai, szakmai, tudás? tudás. Köszönöm, ez, ez, megtisztelő gondolat, de valahogy lehetséges akkor hogy az érettegésem, de minden esetre távol tart ettől. Tartasz az üzleti visszacsapást nem. esetleg? Nem. Látom, hogy a magyar politika kibeszélése mennyire tud fájdalmas lenni mennyire, ugye mennyire agresszivitással és gyűlölettel túlfűtött valami, ami nem ritka ebben a világban, de itthon is így Hát de a te attitűdöd lehet, hogy pont tudná ebben változást hozni. Én, 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 úgy tapasztaltam, és lehet, hogy ez nem így van, és akkor majd a követőim kiavítanak. De jelen pillanatban úgy látom, hogy az én népem az inkább hozzám jön pihenni. Ettől. Szeretnek gondolkodni. Mindenki, mindenkit érdekel nek ezek a kérdések a társadalomban. És ezeket néha meg is beszéljük ahogy jól mondtad, így úton útfélen ezek bejönnek, de sosem a magyar politikának a szülőjén keresztül. Valami, ami nem feltétlenül jó, hogy ettől ennyire tartunk. Nem feltétlenül jó, hogy ez ekkor a fájdalmat okoz, függetlenül ettől a hatását nem tudom figyelmen kívül hagyni. egy dolgot áruljál. Igen. A 22-es választások előtt a kampányidőszakban várhatunk tőled bármifajta ilyes típusú műsor. de jó lenne. Nem, valószínűleg nem. Megpróbáltam. Megpróbáltam. De úgy néz ki, hogy nem fog élni. A mentális megterheltség kérdéséről mit gondolsz azzal összefüggésben, hogy ez a platform mennyiben volt adott esetben kiváltója annak, amin keresztül mentél? Én úgy gondolom, hogy, uh, hogy mondják ezt, uh, biztos van erre egy jó hasonlat. Um, én úgy gondolom, hogy ez mindig is bennem volt, uh -huh. és ez a YouTube volt az utolsó csepp Akkor így, így fogalmaznék. Uh, annak ellenére, hogy hamar felismertük, hogy nekem egy hányatatott sorú fiatalkorom volt, és voltak bizonyos um, burjánzó mentális esetleg gondjaim, a szó nem betegség értelmében természetesen, ezt nem kezeltem nagyon sokáig. Én abban a generációban nőttem fel, ahol annak ellenére az én testvérem pszichológus, egy férfi pszichológus az jár, az beteg. Az el van törve, az rossz. Van valami nagy baj van. Annak ellenére, hogy mondom, én ebben nem hittem soha, ebben a kultúrában nevelkedtem. Úgyhogy nem ment a gyerekkoromon kívül, amikor leid diagnosztizáltak nem mentem pszichológushoz. Uh -huh. És ez valami, amit az ember nem engedhet meg magának, hogyha alapvetőleg egy ilyen hirtelen jött, ilyen hatalmas mennyiségű terhet kell a hátán cipelnie, és még annyira hülye emellett, hogy még maga pakor rá. Tehát még annyira habzsolja az újabb és újabb kihívásokat, lehetőségeket és sikert hogy újabb és újabb terheket rak magára az amúgy is görnyedő hátára még föl. Úgyhogy ja, ebben nem csodálom, hogy belevercsentem. És talán ez nagyon fontos is volt. Én úgy gondolom, hogy ha akkor ez nem úgy történik meg, ahogy megtörténik, nem úgy égek ki, ahogy kiégek, akkor, akkor szerintem nem lett volna bennem erő ezt folytatni. Uh -huh. Nagyon jó pontban ért el. 30-as éveim, vagy 20-as éveim végén nagyon jó pillanatban, akkor, amikor, amikor az embernek tényleg nagyon sok szempontból változik meg az élet, a prioritásai átállnak a, mondjuk a család alapításra, a szórakozásból, de valahogy mindenképpen megváltozik az a gondolkodása, hogy a karrierét vezet, stb. Hála Isten engem akkor ért és volt időm, és volt lehetőségem ezt átgondolni. Terapeutához járni, egyenes rakni az agyamat. Nem voltál rá képes, tehát nem voltál olyan mentális állapotban, hogy, képes legyél megfogalmazni, hogy most mikortól fog szünetelni, és mikor fog esetleg újra előjönni majd a műsor a Youtube-on, vagy pedig az van inkább, hogy ezt nem tartottad egy fontos szempontnak, és nem csak el akartál szakadni a platformtól. Nem, a lehető legrosszabb megoldást választottam, és tartottam ki mellette sokat, ígérgettem. Ugyanis én nagyon akartam csinálni, tehát az első, amit mondasz, az első igaz, én nem voltam képes rá. -e. Nem voltam képes rá. De ezt nem mondtad el a követői Megfelelő ütemben, mert ez olyan mértékű fájdalmat okozott nekem, mint semmi ebben az életben. Képzeld el, hogyha meg. Megtalál... bocs, azt mondta, hogy ez okozta a legnagyobb fájdalmat az életedben. Fájdalmat. De mi, hogy nem tudsz megfelelni az elvárásaiknak? Igen. Nem tudom azt csinálni, amit szeretek. Ez... De mit szeretsz a videót csinálni, vagy megfelelni az elvárásaiknak? Videót csinálni. Videót csinálni. Aha. Szórakoztatni embereket értéket adni nekik, vagy egy jó estét, vagy egy, 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 két, másfél nevetést, ilyesmi. Én az, hogy ez, ebben találtam meg azt, ami vagyok, és azt, amire képes vagyok. Nem vagyok sok dologra képes, ebben, ebben relatíve jó vagyok, és ez, nem, ez olyan, mint egy kosárlap, de a bokáját. Tehát, hogy egyszerűen nem tudod csinálni azt, amit, amit ennyire szeretsz, ami éltet, ami motivál minden nap. És az, hogy ezt elkerüljem, ahelyett, hogy elmentem terápiába azonnal, ami, ami, nagyon hasznos, és nagyon jó, és mindenkinek ajánlom. Ahelyett azt az utat választottam, hogy úgy próbáltam magam motiválni, hogy ha megígérem nekik, hogy mikorra jön az új videó, akkor biztos, hogy képes leszek addigra valahogy megcsinálni. Ez nem így lett. Hány ilyen halogatási köröd volt? Több év. Több év. Ezt nagyon nehezen tanultam meg. Van-e felelőssége szerinted ilyen értelemben a tartom előállítónak a tartalma fogyasztói felé? Számon a tartom előállító. Az egyenes kom... Érdekes kérdés ez, mert én úgy gondolom, hogy azt nem, nem várhatja el mindenki. Ez nem, nem, elvárható egy tartalomgyártótól, hogy, hogy problémamentesen, minden áron, akár önmagát kizsákmányolva tartalmat gyártson. Az viszont elvárható, hogy egyenesen kommunikáljon a problémáiról, vagy az esetleges műsor De Bocs, te az akkori lehetőségeidhez képest én úgy értékelem, vagy úgy hallom, amit mondasz, hogy te egyenesen kommunikáltál. Te nem kamusztál, hanem te szerettél volna megfelelni egy elvárásnak, és én ígérgettem. Én azt te tudatosan megvezette a nézőidet, vagy pedig szerettél volna megfelelni ennek? Szerettem volna megfelelni ennek. At, abban reménykedtem, hogy ha megígérem, akkor valahogyan sikerül. Akkor mm -hmm. sikerül rávennem magam, hogy kikeljek az ágyból és, és boldogáltatják másokat. Mert bocs, te olyan szintű depresszióban voltál? Igen. Igen. Egy hosszú ideig. Töltöttem, persze, persze, abszolút. Én nagyon-nagyon méletelgiában voltam, amikor elvesztettem a, a képességemet a, 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 a produktív munkára. Persze. Nem szórakozásból. Tehát még azért uh, láttam spekulációkat interneten, hogy jó, üze, hol bulizik a gyerek, meg merre rohangálszik, meg biztos üze, szarik a fejünkre. Nem, egyszerűen csak akkoriban volt egy olyan időszak, amikor nem tudtam, ezt képtelen voltam annyi boldogságot összekaparni magamban, amit így ki kamerán keresztül. Ilyen időszak is volt, olyan időszak is volt, amikor nem ez volt a probléma, hanem más. Uh, ezek már nagyon személyes dolgok, nagyon személyes területek. Lényeg az, hogy rengeteg okból kifolyólag maradtam távol, a, a műsorkészítéstől, de az biztos, hogy a megoldás felé nem mozogtam sokáig. És ezt viszont számon lehet kérni valaki, akár tartalomgyártón szerintem, akár emberem, hogy gyengének lenni lehet, sőt, teljesen természetes, de a megoldás felé mozogni, az kell. Azon nem gondolkoztál, hogy ilyen szempontból lehetnél egy generációnak a hangja, hogyha ezekről az élményeidről is tudósítanál? Nem állok rá készen. Én nem olyan ember vagyok. Nem hiába, nem Kert hiába de, tartottam távol. Szabatosan, igen. És láthatóan teljes nyíltsággal vagy képes beszélni róla, ami szerintem nagyon impresszív. Vég, köszönöm szépen, végtelen sokat dolgoztam ezért. Hát de akkor ezt mondom, hogy képessége, tehát hogy birtokában vagy annak a képességnek, hogy erről beszélni tud. Igen, igen, de nem... Szóval nem ez nem, van annyira fontos, mint egy Marvel film kritikája. van, én úgy, ó, abszolút, abszolút. Én örömmel segítek bárkinek, aki ír. Lebeszéltem már nem egy gyereket a kötérről. Konkrétan? Sose tudhatom meg, de írtak már öngyilkossági vágyjal. Többen. Örömmel segítek, és szeretem ezt, üzen ezt az üzenetet, nagyon fontosnak tartom, hogyha valami baj van, menj el terápiába, és old meg, mert nem csak magadnak a hosszú távú fájdalmat, hanem másoknak is, azoknak is, akik számítanak rá. Tehát én ezt fontos üzenetnek tartom, de nem, nem, én maradok a filmeknél, és az utazásnál. Csak elmondom, hogy szerintem miért érdekes ez a pozíció, amiben benne vagy, mert hogy ami ki csak a képernyőn keresztül lát téged, uh -huh. az azt látja, hogy van egy full magabiztos, a véleményét vállalni képes, azt artikulálni tudó, egyébként no offense, de jóképi faszi, aki ez ráadásul még nagy sikereket is föl tud mutatni, százezerek nézik a szavait, és százezereket befolyásol az, hogy megnéznek egy filmet, vagy sem, az alapján, amit te megfogalmazol, és közben meg most mégiscsak arról beszélsz, hogy a tetőrékenységed az pont ugyanolyan, mint azok ki, akik feltehetően néznek téged, és arra vágyakoznak, hogy olyanok lehessenek, mint te. Nem gondolom, ez kedves, nem gondolom ilyen szempontból képnek magam. Én... tudom tökélet, mit gondolsz, én arról beszélek, hogy nézik nézők ugyan téged. Ja, ja, ja. Hát, hogyha a be, felmerül az igény, tehát kapok egy erős hullámot az irányba, hogy beszéljünk erről, vagy segítsünk másoknak erről, vagy esetleg legyen erről eh, ki, hosszú távú kommunikáció, akkor állok elébe. De én mégiscsak úgy tekintek a munkámra, hogy valamelyest inkább a szolgálja vagyok a, a közönségemnek, és a kiszolgálója már, mint, tehát nem rab, hanem ki szolgálója vagyok, mint sem vezére. Tud lenni azért. Eszik? az is egy típusú rabság tud lenni azért. Igen, de, de én öröm, tehát én, én szeretek embereket szórakoztatni. És ez alapján úgy szeretem őket szórakoztatni, hogy nekik igényük van rá. Tehát azt gondolom, hogy ha erre felmerülne az igény, a komoly igény, akkor mindenképpen tudnám vállalni, és akkor örömmel vállalnám. De én ebbe önmagamtól nem kezdek bele. Hol voltál, amikor a Fiaszefe mellett ki kellett volna állni? Nem álltam ki a Fiaszefe mellett. Nekem ugyanis egy önző, önző és sérült ember vagyok, és voltam, és bizonyos dolgok nagyon tudnak nekem fájni, és sokáig tudok haragot tartani. Ez egy nagyon rossz tulajdonság, és valami, ami rengeteg problémát okoz nekem. De az SZF-ével rosszul váltunk el, és az a Free SFA hamar politizálódott, még mielőtt beugorhattam volna. Megérthető, de az én karrierem szempontjából akkoriban és szerintem most is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a, a, kérdésre fókuszálják, és ne a mögötte lévő pártpolitikára, hogyha van ilyen. Twitteren írt az sf ről akkoriban, és azt írta, hogy az SFF felvállalta, hogy a diákjuk voltam azzal az addendummal, hogy szerintük egy veszélyes őrült vagyok. Igen. Az SFF sose volt rám büszke, és ez fájdalmas. Én ugyanis erre vonzasztóan érzékeny vagyok. De konkrétan ezt mondták, hogy te veszélyes őrült vagy. Nem, nem, tudom, hogy valahol ezt, valamit, valamit, nem tudom, hogy mit idéztem. Idéztem ott linket. Ebben a tweetben. Hát ezt az egyszerű, nem tudom megmondani. Nem de megmondani. Utána, ennek, utána fogok nézni. Üm, valami kommentárjuk volt, amiből ezt szűrtem le. Igen. Függetlenül ettől, sose, sosem. amikor megnyertem a Forbes, benne voltam a Forbes 30-as listába, 30. listába, amikor elértem, a, amikor interjút csináltam Steven spielberg vagy Michael fassbender Ridley scott ilyen híres embereket találkoztam, és egy, 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 egy Facebookra nem tudtak kitelni. És ez úgy éreztem, hogy rendben, ilyen szempontból akkor ez a kapcsolat megszűnt. Mert ugye közben olvastam, hogy mindenki más, bárki bármit elérte az egyetemről, kiposztoltak és lelkendeztek, és mindenki meg is ér, érte. De hallod már ebből, hogy ez egy mennyire önző és öntelt, és, és Nem, sérült önbecsülésből az... fakadó problémázás. Van benne, van benne de közben igen. szerintem ezek egy jogos számunkérések. Nekem az a kérdésem, hogy igen. mindezek ilyen tök jogos intézménykritikák, igen. de amikor az intézmények a létét támadják, igen. és a legbecsületebb eszközökkel számolják fel a létezését konkrétan. Borzasztó volt, igen akkor azért nem elvárható, -e, hogy sérelem ide vagy oda, odaállj mellé. Nem állt lehetőségemben mert egyszerűen csak kirakni valamit gyorsan, mert akkor rögtön abból, mert ilyen a magyar, és ilyen vagyok, talán én is párt központú kommunikációba, vagy vissza, vitába lovalja bele magát. egyrészt, másrészt pedig, tehát ez volt a, ez volt a ráerőltetett logikai gondolat, másrészt viszont úgy éreztem, hogy ha az egyetem nem vállalt fel, vagy nem foglalkozott fel, vagy nem gondolta, Fontosnak, hogy én a diákja vagyok, akkor ezt, biz, ezt nem kell ilyen szempontból nekem visszamaznom. Uh -huh. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül egy jogos dolog volt. Hogy bánom-e, hogy nem voltam ott, nem, én nem az én harcom volt, én úgy ítélem meg, hogy a támogatásomról adhattam volna viszont jelzést. Zárásként egy olyan témát választottam, amiről nagyon szoridulosan beszéltél még, és most sem akarok rákényszeríteni, hogy beszélj róla, ha nem akarsz. De közben mégis azt gondolom, hogy mindaz, amiről beszélsz, annak a mélyén ez ott pulzál. Ott pulzál a szorongásaid mögött, ott pulzál a, 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 a mániáid mögött, egy csomó minden mögött, és ez pedig így, hadd félzem ki így, és ne vedd rossz néven, az apátlanság. Ugye a szüleid elváltak, ezt wow. lehet tudni, mm -hmm. és azt hiszem 2015-ben adtál egy olyan interjút, amiben azt mondtad, hogy nincsen semmilyen élő kapcsolat az édesapáddal. Mm -hmm. Igen változott -e ez azóta? Változott. változott. Nem nagyon, de néha kiszoktam követelni a jelenlétét. Hú, uh, ez egy nagyon-nagyon deep, nagyon, nagyon deep nagyon díp téma, ami így meglepett a, a filmesítő után. Rendben, mire vagy kíváncsi ezzel kapcsolatban? Hát arra, amit erről el lehet mondani. Rengeteg, uh, rengeteg ember ezen a világon küzd az, hogy az egyik vagy másik szüleivel rossz a kapcsolata. Ugyan. Ennek személyes okai lehetnek, és kulturális okai is lehetnek bizonyos férfiakat nem tanít meg a világ arra, hogy hogyan kell apának lenni. Másokban megtanítanod, megtanítani, de személyesen nem igénylik. Most lényeg, az én konkrét apám és az én ővel tartó kapcsolatom, ez lényegtelen ilyen szempontból. Nekünk nagyon nehéz volt a kapcsolatunk, és sose jött rendbe. Ő a sikereidnek tudott örülni? Nem tudom, hogy tudott te. Nem, nagyon sokáig nem volt kommunikációnk, ilyen pillanatban azért beszélgetünk, és én biztos vagyok benne, hogy valahol büszke rám. Én ezt nem tapasztaltam meg soha, de ez lényegtelen. Egyszerűen... Soha nem adott annyit a szenetbe, hogy srác, ez... Nem. De az erős túlzás, hogy ez sugárzik mindenből, amit csinálok az életben. Nem ezt mondtam. De, nem ezt mondtam. Azt mondtad, hogy minden mániámból és a a Mi A, mi, a mélyén, szerint, tehát fél, szerintem az, hogy az emberek milyen viszony van a szüleihez, uh -huh. milyen traumákat szenvedett el tőlük, milyen szeretett közösség alakult ki velük, Igen. hogy jelenleg milyen viszony tápol velük, akár az emlékükkel, hogyha már nem élnek, uh -huh. az nyilván egy ilyen alapvető kérdés, hogy mindenben pulzál a mélyén fölfejthetően. Nem azt gondol... mondasz, az ember mennyire fejti föl, mennyire nem fejti föl, az más kérdés, de... Igen. Én nem gondolom, hogy mindennek, a meghatározó igazatban ebben egyetértek, az, azt határozottan tagadnám, hogy ez, ez számomra ennyire kardinálisan a meghatározó élmény lenne, de kétségtelenül észrevehető bizonyos helyzetekben. Például az apákkal való kapcsolat, főleg, hogyha férfiakról van szó, az valamelyest a szociális kapcsolódásra kiterjed. Ugye valamilyen téren nem akarok a pszichológiát mondani, de valamilyen téren zapátot tanuljuk a külvilági szabályzatnak egy jelentős részét. Már csak ilyen, ilyen kulturális szinten is. Úgyhogy, hogy ebben történik egy sérülés, akkor történhet egy sérülés a világgal, a kialakított kapcsolaton belül is. Tehát én kétségtelen biztos vagyok benne, sőt, pszichológusomon keresztül már fel is tárogatjuk, és fel is tártuk a múltban, hogy ezek milyen problémákat okoztak nekem. De a távol tőlem, hogy ez mind a mai napig engem irányítson, akár méről, ez valami, amit határozottan tudok, és tagadni. Függetlenül ettől, kétségtelen, igen, ez, egy, ez egy fontos tapasztalat az értelemben. Ahogy jól mondtad, ahogy rengeteg embernek, ez, ez a kapcsolat a szüleivel az egy, az egy lényeges dolog, igen. azt szerintem tök hogy ha fölött teljes kontrollod van, vagy szóval megtanultad a kontrollt gyakorolni, szintem. szerintem, menő. Nem, csak Megütött a filmet az, amikor azt mondta, hogy édesanyád volt az, és az édesanyád a mai napig az, mm. aki a gondoskodást, a védelmet, a szeretetet képviseli igazából feléd a két szülő közül. Igen. És az édesanyád volt az, amikor te bántalmazás áldozata voltál az Általános iskolában, akkor bement, és rendezte ezt a dolgot, után járt annak, hogy mit történt veled, Igen. aki a mai napig hordozza a húslevest, hogyha arról van szó. Elmondható, hogy ilyen értelemben az édesanyádhoz kötődnek ezek a fajta ilyen protektív élmények, tehát, hogy ő volt a forrása ezeknek az alapvető szükségeknek, ami kell ahhoz, hogy az ember növekedni és fejlődni tudjon? Ö, nem gondolom, hogy ez, ennek ő volt a, a kizárólagos oka. Én mivel ugye én, én a, a jelentős részét a gyerekkoromnak apám nélkül töltöttem, bennem nagyon hamar elindultak azok az igények, hogy férfiként legyek lé, jelen. Nem mások életében, hanem saját magam életében. Ugye? azért nagyon szerettem a klasszikusan férfias írókat, Hemingway, Hunter S. Thompson, Jack, Jack Kerouac-ot, mert valamilyen szintű férfi képet tudtam átolvasni a lapjaikon keresztül, amit elsajátítottam, és így ebben tudtam fejlődni. Mm -hmm. Tehát, az anyukám az fantasztikus nő volt, egy borzasztó tiszteletre méltó nő volt az életemben, bocsánat, befejezem, ez ilyen hangzik, és mind a mai nap igaz. Ő, ő, ő egy remek példa arra, hogy mire képes egy nő és egy anya az erős túlzásnak tartom, hogy hogy ilyen szempontból ezeknek a fajta élményeknek, energiáknak és érzelmeknek a kizárólagos forrása. Nem mondanám. Oké. Okay. Azt hogy tudtad elkerülni, el tudtad elkerülni, inkább így kérdezem, hogy azok az érdeklődési területek, amelyek téged foglalkoztattak, videójáték, uh -huh. videózás, Youtube, stb. Szóval azért ezek sokszor, nagyon sokszor képesek nagyon sztereotíp férfi szerepköröket kialakítani. Igen. Tehát sokszor kifejezetten olyan maszkulin szerepköröket erősítenek meg, a. amelyek nagyon megnehezítik azt, hogy például az ember képes legyen kapcsolódni adott esetben nőkhöz, adott esetben képes legyen partneri viszonytápolni nőkkel, és így tovább. Igen. Nálad ebből a szempontból, hogy nem volt ott az édesapád, akivel mondjuk esetleg ezekről beszélgethettél, ez hogyan nehezítette meg az ezzel való megküzdést? Én úgy gondolom, hogy ez emiatt tartott hosszabb ideig és volt nehezebb nagyon sok szempontból az például, hogy az én családomban két nő is jelen volt, akikkel nagyon jó kapcsolatot állapot, alakítottam ki, az nagyon sokban segített. Tehát, ahogy mondtad, megtanulni az érzelmeimről kommunikálni, sokkal egyszerűbb. Igen? Sokkal, ó, főleg a múltban sokkal egyszerűbb, de a nőknek engedték, hogy érezzenek érzelmeket. De nem volt de, egy ilyen felelősség pont emiatt rajtad, hogy akkor te legyél a férfi a családban? Biztos vagyok benne, hogy volt, de annyira erős nőkkel voltam körbevéve a családon belül, hogy nem gondolom, hogy valaha úgy éreztem, hogy volt erre nekik szükségük, hogy én valamelyest egy férfi legyek, egy vezér legyek a családban. Mind a kettő nagyon nagyon-nagyon erős nőszemélyek a szó, legpozitívabb értelmében. De akkor az tök progresszív, mert akkor az mutatja, hogy igazából te azt tanultad igazán kiskorodtól kezdetben, hogy nem nemi alapon dől el az erő kérdése. Abszolút. Absz az, hogy nem nemi alapont dől az abszolút, ez nagyon hamar eldöntődött bennem, függetlenül ettől viszont, ugye, az egyértelmű volt számomra, hogy milyen területekben jók a férfiak és a nők, nekem milyen hiányérzet van mondjuk az életemben, és ezt hogyan tudom bepótolni. Teljesen jól látod, szerencse folytán, nagy szerencsém folytán, de borzasztó progresszív megközelítésben ö, nevelkedtem, ami a nemeket illeti. Igen. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon fontos, nagyon fontos tanulság volt számomra is, hogy az, hogy egy stabil apaképe, vagy egy formatív évényben nem volt jelen, az nem jelentette semmilyen szempontból a világ végét. Nem lettem se túl feminin, se lányos, se gyenge, se bizonytalan, vagy döntésképtelen, vagy ilyen idióta arhetipusok, amiket ezekre a férfiakra szeretnek használni. Ez mind elmaradt. Van még benne számunkérés az apád felé? Ó, persze. Láttad a Big Fish című filmet? A Tim Burton eset? Igen. Igen leggyönyörűbb, leggyönyörűbb, mondani valója ezzel kapcsolatban annak van. Az egy film, ami arról szól, hogy egy apa, aki folyamatosan gyönyörű sztorikat hazudozik a családjának, és közben ugye neglegálja őket, és nem foglalkozik velük, az halálem van. És a fia minden számon akar kérni tőle a haláloságyán. És újraéli az ő életét úgy, ahogy ő elmesélte, rengeteg hazugságon keresztül az egész csoda. És a végén a fiú meghagyja az apának, sőt, ő meséli el a haldokló apjának, hogy itt van az összes barátod, az óriás, és a sziamikrek, és, és minden varázslatos dolga, amit ugye, mi tudjuk, hogy csak mese volt, a boszorkánya, mit tudom, hogy emberi óriás, ezek mind itt vannak veled, és ők is együtt búcsúztatnak el. Tehát kvázi már nem számon kéri az apján, hogy vallja be a hazugságait, hanem megengedi neki. Elengedi ezt a fajta számon Ez a te és, és az apáddal Szerintem ez, ez egy olyan, ami én biztos vagyok hogy az emberek aláírnak hogy ez egy egészséges hozzá, és valamit, amit borzasztóan magamnak magam tartok, hogy egy idő után nem lehet, nem lehet elvárni. Minden emberek vagyunk. Minden emberek vagyunk. Tehát mi, mi, de nem csak, a, nem csak az apámmal kapcsolatban, ez, de rengeteg baráta vagy párkapcsolata kapcsolatban is az emberek észbe kell tartania, hogy minden emberek vagyunk, és hogyha nem sikerül azt megkapnod, amit te úgy érzed, hogy megérdemelsz, akkor az, azt a haragot, azt már csak magadban érleled. Úgyhogy el kell engedned, mint a Big Fish végén, ugye a, fiú is elengedi az apját, mint a halat. Egy nyugodtan a stop táblát, hogyha nagyon ö, illetéktelen vizekre elveznék, de hogy ez engem nagyon érdekel, hogy azt mondod, hogy te ö, azt tanultad meg, hogy el kell engedned azt, hogy az apáddal szemben a mulasztásait számokérhest, vagy azt, hogy teljesen mindegy, hogy te neked ezzel kapcsolatban van akár mondjuk lelki igényed is arra, hogy valamilyen módon reflektáljon már csak erre, Uh -huh. Úgyse rá képes ez, már. Ez már nagyon személyes. Tehát úgy érzem, hogy ez már az, amiből esetleg a nézők nem tudnak valami általánosságot levanni. Okay. levonni. Úgyhogy én azért így húznám meg a stop táblát, mert az, én örömmel beszélgetek ilyen témákról, ezek nagyon fontosak, és sok embernek segíthetnek. Az, hogy konkrétan az én apámmal milyen, milyen viszonyunk, viszünk, az már másnak nem Teljesen tudunk. világos, és köszönöm, hogy mm. eddig elmettünk, és köszönöm a nyíltságodat. Mm. Utolsó Jöhet. záró etap, hogy ugye volt a te nagyapád, aki egyébként költő ember is volt. És volt egy vers, ami ki volt függesztve nálad elviakban a falra. Majnapi mai Majnapi kínzás minden, éneke, igaz? igen? Szerinted énekel, nagyon szép, igen. Ezt odaadnám most neked. Aha. Mert erről már egyébként egyszer beszéltél egy másik interjúban, de ez a vers nem került felolvasásra. Nem. Megszabad kérném azt itt a műsor zárásaként, az interjú zárásaként, hogy felolvasd a verset? Hú, hát remélem, hogy. Persze. Oda. Mielőtt el felolvasod. Igen miért fontos ez a vers, és mi a jelentősége a te életedben? Amit el lehet erről mondani két mondatban. Ezt a, ezt a 18 éves születésnapomra kaptam, mert kiköveteltem nagyapámtól. Mindenki kapott már verset, az én testvérem is, az én apám is, és róla még nem szólt semmi. És azt mondtam, hogy, kér, hogy megkértem, hogy írjon rólam egy verset. ez kvázi, ez egy, ez egy elvárt dolog volt, de nagyon azt kértem tőle, hogy arról írjon nekem, hogy mire készüljek. Mi az, amit ő, ő, ő meg tud osztani velem, mint tapasztalat? Mert nem volt vele nagyon szoros kapcsolatom, keveset nem volt az a nagypapa, aki, aki hosszasan mesélt az élet tanulságaira, úgyhogy kicsit ezt kértem tőle. Hogy adjon valamit, amit magammal vihetek nem? És akkor ezt küld, adta neked a 18. születésnapodra. Mm Halljuk. -hmm. Szirmai Endre szerinted énekel. Most, hogy elérted a férfikor határát, jól ismered már a bátrakat és a gyávát. Tudod már, a csodavárás, csodavárás ideje lejárt, a valóság itt van, nem lehet oda át. Olykor még elragad lázas tetteid sodra, elcsitolsz mégis, mintha belülről szólna valami józan igazság, ne siess még, hisz megbékélnek a hajnalok és az esték. Aztán kitisztul közö, ködös látóhatárod, és a ragyogó jövőt egészen tisztán látod. Tudod, hogy vágy, szándék, sürgető akarat még évtizedekre mind veled marad. És mire magad intézed sodró sorsodat, tudod, hogy oldod meg minden gondodat. Aztán, mikor végképp célhoz érkezel, hallod, hogy a csönd szeléden élek el. Ez egy nagyon szép, nagyon szép gondolat. Szirmai Gergely, köszönöm szépen, hogy jöttél, és hogy a megkívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt a beszélgetésem Szirmai Gergelyjel, hogyha érdekel a teljes vágatlan verzió is, akkor vagy látogass el a podcast platformjánkra, ahol hangban meg tudod hallgatni, vagy ha szeretnéd látni képben is, akkor fizess elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban mindenképpen használd a like és a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez, illetve az algoritmus törgetéséhez. valamint ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ne felejts el feliratkozni, ha ezt még nem tetted volna meg, és ugyanígy kövess minket Facebookon vagy akár Instagramon is, az utóbbi Partizán Politika felhasználó nevünk. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.